Sziasztok, én Ádám vagyok, és beugrottam egy weekly fixre, hogy beszámoljak nektek a Deadpool és Rozsomák új előzeteséről, a legújabb Assassin's Creedről, no meg arról mennyit kóstál majd itthon a Max. Rég volt már, szóval csapassuk! A héten végre befutott a Deadpool és Rozsomák nagy előzetese, melynek immáron nem csak a nagyszájú zsoldos, de a másik címszereplő is aktív résztvevője. Eme aktivitás meg többnyire szabadszájú beszólásokat és minden szembejövő arc felaprítását jelenti, ahogy azt rozsomáktól megszokhattuk. A Deadpool filmektől pedig azt szokhattuk meg, hogy tele vannak filmes utalásokkal, és ebben már az új előzetes sem szűkölködik. Például a kokáért képkockákra ugyan, de jó néhány ismerős X-Men karakter feltűnik a trélerben. Egy csoportképen láthatjuk őket, többek között az Jason Fleming megformálásában, az adamantium karmokkal felvértezett halálcsapást, akit ismét Kelly Hugh alakít, és és ott van Varangy is, aki nem szereti, ha belecsap a villám. Persze az említett csoportkép legfontosabb szereplője az óriásira nőtt hangya holteste, melyből még a koponyája is kivillan, és úgy tűnik a film fő ellensége az Emma Corin által lejátszott Cassandra Nova ebben az univerzumban Scott Lang holtestéből csinált magának űrhajót, hangozzék ez bármennyire bizarul. Ugyanakkor az is szansos, hogy a film mégsem feltétlenül egy alternatív univerzumban, hanem a Loki-ban megismert ürességben játszódik majd, ahová az idővariációs hatóság száműzi a különböző variánsokat. A tréler végén még egy olyan portál is feltűnik, amit Dr. Strange vagy Wong szoktak gyártani, szóval arra is van esély, hogy ők is bebukkantanak a filmbe sok más, még nem leleplezett vendégszereplő kíséretében. Az előzetes amúgy alaposan felforgatta az internetet, Ryan Reynolds pedig esküdözött egy sort, hogy az csak véletlen egybeesés, hogy a videó, melyben felcsendül a Like a Prayer című szám Madonnától, pont 35 évvel azután debütált, hogy az említett szám elkezdte meghódítani a slágerlistákat. A Ubisoft igencsak ráállt az Assassin's Creed szériára a jövőben. Számos epizód készül az orgyilkosok kalandjaiból, ezek közül az egyik a Hexé munka című felvonása lesz, amiről eddig nem tudtunk meg túl sokat. Ám most a rendre megbízható információkkal szolgáló Insider Gaming izgalmas részleteket szivárogtatott ki a játék kapcsán. Ezek szerint a sztoria 16. században a német-római császárság területén a boszorkány üldözések idején bontakozik ki. A fejlesztés még korai szakaszban tart, így csak a 2026-os premier tűnik reálisnak, a megjelenésére pedig majd az új Infinity platformon lehet számítani. Ha elegünk lett az utóbbi évek monumentális RPG elemekkel dúsított Assassin's creed akkor jó hír, hogy ez egy lineárisabb epizód lesz, amelyben persze helyet kapnak nyílt világú játékelemek is, de a miráshoz hasonlóan a Hexé is inkább a klasszikus bérgyilkosos Assassin's Creed-ekre fog emlékeztetni. A főhős egy Elza nevű nő lesz, aki természetfeletti képességekkel rendelkezik, szóval esélyes, hogy egy boszorkányról van szó. Az Insider Gaming által látott felvételen Elzát német katonák üldözték, aki megszállt egy a közelben levő macskát. Innentől a cicát kellett irányítani és elterelni vele az üldözők figyelmét például egy lekötött üveggel. Állítólag a hexében lesz egy úgynevezett fear system, vagyis félelemrendszer, amelyet az Assassin's Creed Syndicate hasfelmetsző dlc -e inspirált, vagyis el lehet majd ijeszteni az ellenfeleket, nem feltétlenül kell megölni mindenkit. Természetesen a hexé előtt a Japánban játszódó szamurájos kaland, az Assassin's Creed kódnémred érkezik majd, a hírek szerint még idén. Most pedig jöjjön néhány villámhír, no meg lássuk azt is, milyen újdonságok jöttek az IGN sokba Ryan Gosling úgy véli, nem lesz folytatása a rendes fickóknak, és erről az Angry Birds tehet. A folytatások nagy részének esélyei úgy gondolom már egy filmnyitó hétvégén eldőlnek, mi pedig az Angry Birds-el versenyezve nyitottunk, szóval azok a dühös madarak egyszerűen elpusztítottak minket. És persze az Angry Birds kapott is egy folytatást, fejtette ki a színész, akit hamarosan a mentő expedíciót is szerző Andy Weir másik nagy sikerű skifie, a Hail Mary küldetés filmadaptációjában láthatjuk, melyben egy olyan embert játszik, akin az egész világ sorsa függ, csak éppenséggel semmire sem emlékszik az egészből. Remek hírek érkeztek a Star Wars Jedi széria rajongói számára, ugyanis a legutóbbi epizód a Survivor bekerült az EA Play előfizetés kínálatába, így a Game Pass ultimate illetve a PC Game Pass-en keresztül is elérhetővé vált. Ráadásul úgy tűnik, hogy a fejlesztő Respawn csapata már is a harmadik felvonáson dolgozik, ugyanis egy álláshirdetésben veterán írót keresnek egy készülő Star Wars Jedi játékhoz. A furiosa lesz egy 15 perces egybefüggő akció jelenet, amit 78 napon át forgattak 200 kaszkadőr aktív közreműködésével. El is fér majd ez a mostre jelenet a filmben, melynek hivatalos játékideje 148 perc, azaz közel fél órával hosszabb lesz majd, mint a haragútja. És nem kevésbé lesz erőszakos, ugyanis ahhoz hasonlóan ez a film is erbesorolást kapott. Alig várjuk, hogy láthassuk. Bármennyire is úgy tűnt, hogy nagy a felhajtás az Apple méreg drága, nagyjából 1,3 millió forintba kerülő AR szemüvege a Vision Pro körül, állítólag a cég a felére veszi vissza a gyártási tervet, vagyis 800 ezer helyett csak 400-450 ezer darabot készít belőle az idei évben. Sőt, már az sem tűnik biztosnak, hogy a headset 2025-re ütemezett frissített változata elkészül, az ok pedig egyszerű, nagyon rosszul fogy a készülék, egyszerűen nincs széleskörű igény az Apple futurisztikus kütyüjére. Végre lehullott a lepel. Zack Snyder bevallotta, miért használ olyan sok lassítást a filmjeiben. A nyilvánvaló válasz az, hogy a lassítás klassz! A használatával egyszerűen fel lehet díszíteni azokat a hősies pillanatokat, amiken a hőseink átmennek. Magyarázta a rendező, akinek legújabb filmje, a Rebel Moon 2 már fent van a Netflixen, és bemutatásának hetében ugyan első helyen nyitott 21,4 millió megtekintéssel, de az első részhez képest már csökkent az érdeklődés, amire annó 23,9 millióan kattintottak az első héten a Ubisoft játékaival kapcsolatban rendre pontos információkat szolgáltató francia youtuber Jonathan információi szerint a francia kiadó végleg jegelte a Vasdok szériát. Állítólag a 2020-as Legion pénzügyi bukását követően dölt el a franchise sorsa, és ennek következtében több készülő projekt, így egy Battle Royale epizód is a kukában landolt. Ennek fényében viszont érdekes, hogy a hányattatott sorsú, élő szereplős filmadaptáció viszont elkészül a Vasdoksból, méghozzá Mathieu Turi a Halálos útvesztő című horror rendezőjének dirigálásában. Az IGN soba pedig érdemes bekukkantani, ugyanis most az általatok kiválasztott menő telefontokokat ingyenesen szállítjuk ki csomagpontokra és automatákba, de természetesen rengeteg egyéb geek is találtok nálunk, nézzetek körbe bátran! Május 20-án elbúcsúzhatunk az HBO Max-tól. Másnap ugyanis megérkezik hazánkba jóval több tartalmat, többek között a Discovery katalógusát és sok-sok sportesemény kínáló Max. Ehhez a szolgáltatóhoz új platform is jár, és most már azt is tudjuk, mennyibe fog kerülni. Alapvetően két csomagra fizethetünk elő, a standard csomag 2790 forintba fog kerülni havonta. Ez HD minőségű streamet takar majd, amit egyszerre két eszközön követhetünk nyomon, készülékeinkre pedig 30 tartalmat tölthetünk le majd, hogy offline tudjuk nézni őket. A prémium csomag HD és 4K streamet, illetve Dolby Atmos hangot ígér, amennyiben az utóbbi rendelkezésre áll. Ezt négy eszközön élvezhetjük egyszerre, és akár 100 tartalmat is letölthetünk majd a gépeinkre. Ugyanaz idén nyáron rendezendő Párizsi Olimpiát a standard és a prémium csomaghoz is megkapjuk, de ahhoz, hogy mindenféle egyéb sporteseményt, többek között a Grand Slam tenisztornákat, a kerékpáros Grand Tourokat vagy a Lemani 24 órás autóversenyt élvezhessük, egy 1200 forint Kerülő kerülő sportkiegészítőt is vásárolnunk kell. Jó hír, hogy mindkét csomagból lesz éves előfizetés is 27.900, illetve 38.900 forintos áron, illetve az HBO Max indulásakor annak kínált 33%-os kedvezményt a profiljainkkal, elkezdett tartalmainkkal együtt a Maxra is áthozhatjuk majd. A Sony bejegyeztetett egy szabadalmat, aminek lényege, hogy egy autoplay mód nevű megoldással segítsen rajtunk, amikor unalmasabb szakaszhoz érkezünk el egy játékban. Ehhez a rendszer részeként működő mesterséges intelligencia képes lenne szimulálni a felhasználó játékstílusát, miután betanította magát bizonyos szegmensek tanulmányozásával. Így majdnem olyan lenne az egész, mintha mi teljesítettük volna a repetitív feladatokat. A technológia célzottan a játékok grindolós részeit könnyítené meg, hiszen ha tudjuk, hogy unalmas tartalom következik, csak bekap kikapcsolnánk a funkciót, onnantól pedig az emi szenvedne helyettünk például a nyersanyagok gyűjtögetésével. Sőt, ha beválna a megoldás, akkor talán még a komolyabb kihívást jelentő harcoknál is áthathatnánk majd neki a kontrollert. Tény, hogy bizonyos játékbeli grind és farmolás megkönnyítésére sokszor jól jönne egy ilyen automatizált rendszer, ugyanakkor a kék csapat gyaníthatóan nem maradna nagy sikert a játékosok körében a fenti ötlettel. Elég csak arra gondolni, hogy már a qt körül is mennyi vita van, az MI ilyen jellegű felhasználásával pedig csak még önjáróbbá egy-egy kaland. Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy a Sony elég sok szabadalommal szokott előállni, amiket gyakran nem is visz tovább, így jelenleg nem garantált, hogy lesz valami az autoplay módból. Ha viszont mégis megvalósulna, akkor a dokumentum szerint benne van a pakliban, hogy nem csak a házon belül készült játékoknál, hanem a külsős címeknél szintén hasznosítani tudnák azt a játékosok. Ti mit szóltok ehhez az ötlethez? Írjátok meg kommentben! Ennyi volt a weekly mára, köszönöm a figyelmeteket, de ha már itt vagytok a csatornánkon, akkor csekkoljátok a minden idők legjobb RPG-iről készült 50-es listánk első felvonását, ami vasárnap újabb tízessel bővül, valamint a Fallout teljes idővonalát taglaló videónkat. A jövő héten is új időpontban, azaz péntek délután 5-kor jelentkezünk a Wikivel. Addig is, sziasztok!